Az Újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolának az idei tanévben összesen 1345 diákja van, ebből magyar nyelven 92 gyermek tanul. El kell mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, amit láttam. Beszélgettem a diákokkal, a tanárokkal és az iskola igazgatójával is. Ebben az iskolában a gyerekek a saját anyanyelvükön tanulhatnak, és egy olyan légkört tapasztaltam, amelyben kellő komolyság és elég öröm van. Számomra fontos, hogy az iskola számos programban részt vesz, közülük kiemelném a humanitárius tevékenységeket. És ami nagyon fontos, az iskola kiemelten ápolja az inkluzív programokat is. A szerb kormány és a minisztériumunk továbbra is elkötelezett amellett, hogy az oktatási rendszerben és társadalmunk minden szegmensében érvényesüljön a sokszínűség értéke, az interkulturális kommunikáció, valamint a kölcsönös tolerancia is. Argyellán Zoltán igazgató elmondta, hogy egy Petőfi Sándor emlékszoba kialakítását tervezik, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával még az idén szeretnének megvalósítani. Számunkra nagyon jelentős, mert tulajdonképpen nagyon sokszor megtörténik az, hogy a tanügyi munkások egyedül érzik magukat. Tehát csináljuk, végezzük a munkákat, és nem tudjuk, hogy végül is eljut-e a híre annak a minisztériumba. Látjuk, hogy igen, a miniszterek nagyon is sokat tudnak az iskoláról. A látogatáson jelen volt Jerasz Anikó oktatási államtitkár és Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. Ez az intézmény valójában arra törekszik, a vezetőség arra törekszik, hogy az intézmény diák központúvá tegye, és hogy nyitottá tegye, hogy megteremtse a feltételeket a korszerű oktatáshoz. És a diákok kiváló eredményei, amelyet egy-egy versenyen produkálnak, amelyekkel hazatérnek, azt bizonyítja, hogy ebben az intézményben bizony magas szintű oktató-nevelői munka folyik. A Magyar Nemzeti Tanács külön kiemelten foglalkozik a szórványban működő iskolákkal is. Újvidéken itt egy napközis tanítót támogatunk az ő bérezését, hiszen igénylik a szülők azt, hogy így segítsük őket, és a gyermekekre tudnak itt vigyázni és foglalkozni velük. Illetve az iskolabusz program keretein belül maradékul is utaznak ide gyermekek folyamatosan minden alkalommal. Szerbiában 180 iskolában 52 ezer diák tanul a 8 nemzeti közösségi tannyelv valamelyikén, emelte ki az eseményen az oktatási miniszter.